Szeretettel köszöntenek benneteket itt a nyári szünidőnek az utolsó fertájában, az utolsó hétvégén talán, mert a nyári szünidő végét éljük meg. Nem tudom hányan vagyunk általános iskolások, de nekünk ez a nagyjából becsöngetnek nagyjából úgyhogy nem sokára kezdődik az ősz, bár még meleg van. Mégis az az, érz, az az érdekes érzékelés van egyébként ilyenkor az én szívemben minden évben, hogy igazából az évvége meg az új év az nem januárban kezdődik, hanem valahogy ősszel kezdődik az új év. Hogy valahogy ősszel, szeptemberben kezdődik egy új szezon, egy új, egy új nekibúzdulás. A könyvelők ezt pontosabban jól tudják, de alapvetően ez nagyon sok helyen így van, hogy szeptemberben kezdődnek újra a dolgok, és teljesen érdekes, hogy tulajdonképpen mi most egy új évet is ünnepelhetünk és kezdünk el. Én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon forró és meleg időszak következik, mindenféle tekintetben mondom ez egy nagyon-nagyon sűrű időszak várható, és én úgy hiszem, hogy egy mindennél fontosabb korszak kezdődik el ezzel az új évvel, megvárom még össze, szedelőzködtök, mert ma gyakorlatilag nem nagy, meglepő dolgokról szeretnék beszélni, azért remélem, hogy lesz olyan is, hanem igazából szeretnék nekiindulni az ősznek, nekiindulni az újnak. Említettem az elmúlt időszakban többször, hogy egy tanítássorozatot csinálunk ebben az évben, sok-sok alaptanítást veszünk át, hogy legyen rá idő, és ebben a héten elkezdjük a gyülekezetről szóló sorozatunkat. a gyülekezetről, valakinek ez jó hír, valakinek ez kevésbé, valaki úgy gondolja, hogy minek erről beszélni, de mi azt gondoljuk, hogy erről kell beszélni. De mielőtt ezt igazából ebben el is kezdem, tulajdonképpen ide tartozik ez a gyülekezeti témához, és majd ráírunk, csak a bevezető lesz. De két olyan hír is volt az elmúlt hetekben, ami nekem több volt, mint hírértékkel rendelkező információ. Én úgy gondolom, hogy egy többlet hírértékkel is bírt. Az egyik az a hatalmas tűzések, tűzvészeknek a sorozata, ami most gondom tudjátok zajlik a Földön. Lángol Kanada, Lángol Alaszka, Ö, Szibéria teljes mértékben, akik ott voltak, meg tudósítok azt mondják, hogy gyakorlatilag fél Szibéria ugyanúgy van lángokban áll. Ö, ö, Görögországban, Spanyolországban az ősi erdők, amik még megmaradtak, azok kaptak lángra, és égnek oldhatatlanul. Tenerife, Kanári-sziget, és hát az Amazonas ős erdejéről meg arról. Hát majdnem, hogy azt mondanám, hogy hangos a sajtó, de azért nem annyira hangos a sajtó. Tehát a Notre dame annak idején tele voltak a hírek, erről az, hogy épp a föld most ég el, a föld oxigén a fele, azért annyira nem. Én, is, én, a párizsi tűz kapcsán emlékeztek, talán akkor azt mondtam, hogy igen, emberi hülyesség, hiba, sok minden van benne, de számunkra lehet egy jelzés érték egy új korszaknak, hogy valami megváltozott, hogy valami változik a szellemvilágban, és valami teljesen egy új korszak fog elindulni. És igazából én ebből az egész tűzesetből is azt vettem le magamnak, hogy jön egy tűz, ami nem eloltható. Jönni fog a világra egy olyan tűz, ami nem lesz megoldható és eloldható. Először hál' a Szent Szellemnek a tűzének az ébredését várjuk a Földre. Hiszem azt, hogy ezek a tűzek, ahogy most ezek szinte, szinte végigsöpörnek az egész Földön, én hiszem azt, hogy a Szent Életnek egy kiáradása, a Szent Szellem tüze, az ugyanúgy fog végig söpörni a Földön, és ugyanúgy megoldhatatlan és eloldhatatlan lesz, és akik akkor lángra gyulladnak, azok már az örökké valóságban is ott leszünk. De a másik, amit, hogy a 2 Péter 3.6-ot én kiírtam, amely általak az akkori világ vízzel elborítatván elveszett, hogy az özönvízre utal, a mostani egek pedig és a föld ugyanazon szó által megkíméltettek, de a tűznek tartatván fenn, az ítéletnek és az istenten emberek romlásának a napjára. Nem gondolom egyébként, hogy ez a mostani tűzvész az ez, inkább csak arra utalnék, hogy ami elképzelhetetlen lett volna mondjuk egy éve, hogy minden lángol. Ami elképzelhetetlen lett volna, akár öt éve valaki neked azt mondja, hogy figyelj, Szibéria lángokban fog állni, de nem, nem hittük volna el, az most zajlik a szemeink előtt. És az a, a, az a nem figyelmeztetés, az a, az a jelzés van az én szívemben is, hogy értsétek meg, hogy az idők mindig hirtelen változnak. Az üstörténeti események mindig hirtelen változnak meg. Van egy 400 év csönd, semmi nem történik, majd ezt el csak az összes úszövetségi profécia elkezd beteljesedni, angyalok jelennek meg, pásztorok előtt, dicsőítő zenekar jelenik meg, bejelentik a messiás, aztán megint eltelik egy kis 30 év, de rengeteg proféta jelenik meg, mozgolódáson gyakorlatilag az egész közelkehet forrong, majd, 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 egy nazareti Jézus nevű ember szírre lép, aztán három évig jelek, csodák, stb. Aztán mennybe megy, kivégzik, föltámad, mennybe megy, aztán gyülekezetek, szétszartatás, Jeruzsálemet lerombolják, mindez egy nemzedéken belül egy akkor élő zsidó számára akkor átfordult a világ születésétől a haláláig, hogy el nem bírta volna képzelni. És ez egy, ez egy nagyon fontos jel, hogy te is hirtelen tértél meg. Egyik pillanatban nem voltál hívő, másik pillanatban hívő voltál. Tehát az üstörténelmi események azok mindig drámaian, ta, gyakorlatilag a, pillanatját, a pillanatát nem tudod kiszámítani. És én azt gondolom, hogy az, ami most, amiben élünk, amilyen környezetben mi élünk, az egy ilyen visszafajtott, visszafolytott pont. Lehet látni a jeleket, lehet érzékelni, hogy nyög az egész világ vajúdik, de, de lesz egy pont, amikor úgy megindulnak az események, hogy ott már nem az lesz a kérdés, hogy na ez azok az események, hanem egyszerűen már benne leszünk az eseményekben, és ott már nem, alfakont, nem, nem öt, ö, szemináriumokat fogunk tartani, hanem ott már csak dicsérjük az urat, meg tesszük azt, amit most is tenni kéne. Amen. Szóval azt jelzi tehát, hogy tűzbe fognak borulni a világnak nagyon sok helye, a szellemnek a tűzébe, és ezt várjuk, és remélem, hogy ez a gyülekezet is tűzbe borul, egyre inkább újra meg újra, és Jézusnak a szavai is eszembe jutnak, ha már így erről beszélünk, hogy azt mondja az Úr, ugye, hogy, hogy én azt szeretném, ugye ott a másfajta tűzről beszél, én tüzet hoztam a földre, és azt szeretném, hogy az egész világ lángolna. Ő egy másfajta tűzben szeretné lángoltatni az ő népét, és azt gondolom, hogy ez a vágy az Isten népében, hogy lángoljunk már, égjünk már, lobbanjon fel az a tűz, ez egyre erősebb az egész világom. És Isten ezt meg fogja hallgatni, ezt az, ezt ezt az imát. A másik hír, az furamódon módon szintén ehhez volt nekem, kapcsolatos. Egy Merti Samson nevű ismert keresztény dalszerzőnek az esete, gondolom ismeritek, bólogassatok, ha ismeritek. Ki az, aki nagyjából halott az ügyről? Jó, akkor tök jó. A Hészong gyülekezetnek egy dicsőítő szolgálója, vezetője, és egy elég meredek posztot tett ki az Instagramjára. Most röviden felolvasom, és megmondom, hogy miért kapcsolódik ez a gyülekezeti korszakhoz. Azt mondja, hogy ideje komolyan beszélni, ténylegesen kezdtem elveszíteni a hitemet, és egyáltalán nem zavar. Igazából semmi sem zavar. Annyira boldog vagyok, annyira békében a világgal, hihetetlen, és most ez egy kifakadós pillanat kifejtem. Mennyi tanítóbuki kell? Sok. Senki nem beszél róla. Mennyi csoda történik? Nem sok. Senki nem beszél róla. A Biblia miért van tele ellentmondásokkal? Senki nem beszél róla. Hogyan lehet Isten a szeretet, miközben négy milliárd embert küld egy helyre csak azért, mert nem hisznek? Senki nem beszél róla. És így tovább, és így tovább. Öhm. Az egyedüli, amit most tudok, ami igaz számomra, hogy a kereszténység pillanatnyilag csak egy vallás, folytathatnám, de nem fogom, szeres és bocsáss meg, légy kedves, stb. Azóta egy kicsit visszakozott, és kiírt még más posztot is, de nem ez az érdekesebb a történetben. Megingani, mindenki meg tud ingani, mindannyianak vannak kétségeink, hitpróbánk, stb. Technikailag azonban van, van egy-két tanulság ennek a sztorinak, amit szeretnék azért. Én megemlíteni. Az egyik az az, hogy ha nyomorúságom van, ha megingásaim vannak, nem teszem addig közre, amíg az nem, nem zárult le. Mert abból lesz a bizonyság. játsz, azt mondod, hogy gyerekek, három évig nem hittem, nem hittem meginkontam a hitembe, minden izét, de most már az úr megérintett, helyreálltam, és akkor egy jó bizonyság, az életet hoz. De az a fajta bizonyság, amikor kiáll valaki, és azt mondja, hogy én már nem hiszek, ezért és ezért és nyavajgok, és kérdéseim vannak, és senki nem vászol rám, az öt, több százer ember követi ezt az embert a Twitteren, meg a nem tudom milyen posztokon. Fiatalok ö, hitben esetleg nem annyira erős emberek. Nekik ez egy olyan bomba volt, hogy ihaj. Tehát ennek a következményei, ezek nem személyes ügyek, ezek egyházügyi ügyek. Itt nem arról van szó, hogy egy ember megingott a hitében, hanem arról van szó, hogy megingott embereket a hitükben, ami már nem annyira jó. A másik, ami ö, nekem nem tetszett, az az, hogy, ö, és igazából a hírnek ez a hírérték, amiről szeretnék ma beszélni. Amilyen kérdéseket ő feltett. Ez az ember elvileg 20 éve szolgáló, ha jól tudom, de egy nagy, egy nagy nevű gyülekezetnek komoly nevű szolgálója, dalokat ír, stb. És akkor, ha ilyen kérdéseket feltesz, hogy hogy 4 milliárd embert küld egy helyre, Isten, a pokolba, mert azok nem hisznek. Miért vannak ellentmondások a Bibliában? Ö, nem Senki nem beszél ö, a dolgokról, ha Isten a szeretet, akkor miért kárhoznak el az emberek? Na most, ha valaki húsz éve szolgáló, gyülekezetbe jár, dicsőítő vezető, és ezeket a kérdésekre neki nincs válasza, amire nagyjából közületek egy éves hívő korában, de legkésőbb három éves hívő korában már kell, hogy tudjál válaszolni. Lehet, hogy ebben majd meg fogsz inogni, meg kérdőjeleid vannak, de hova telt az a húsz év? És nekem ezzel van a problémám, hogy ma a gyülekezetek azt gondolom, telve vannak, és lehet, hogy telve vagyunk, olyan emberekkel, szolgálókkal is akár, akik alapvető teológiai kérdésekkel, igazságokkal, és nem teológiáról beszélek, az igazságról nincsenek tisztában. És ha nincsenek tisztában, akkor jön a fuvallat, jön a nehézség, és meginog az egész úgy, ahogy van, és jön a hiszti, hogy jaj, most már nem hiszek meg, mert nem tudom micsoda. Lehet meginogni, lehet kétségeskedni. De akkor kétségeskedjél, amikor már van a hited, és akkor már tudod a válaszokat. Akkor nem fogsz annyira hinni. És egy barátommal beszélgettem, és emlékszem, hogy amikor erről beszélgettünk, akkor tulajdonképpen az első kérdésem az az volt, mert én nem tudtam. Én, én tényleg nem tudtam, hogy ki ő. Én azt kérdeztem, hogy hova járt ez az ember Gyülibe. És akkor mondták, hogy a, és nem a gyülekezetet minősítem, hanem inkább azt, hogy mit csinált ez az ember húsz évig a gyülekezetben. Hát gondolom volt, igehirdetések, gondolom van pásztora, gondolom azért ilyen kérdések csak elhangoznak, nem, hogy van menny, meg van pokol, és akkor mi a, mi a dolog. Ezt nagyon veszélyesnek tartom. Úgyhogy megint csak megerősödtem abban, amit a évelején is mondtam, ezért kezdtük el az alaptanításokat, hogy meg kell alapozni a keresztényeket igével. Meg kell, jó igei alapokat kell letennünk, nem minden kérdésben, de a fundamentális kérdésekben igen, mert arra fog épülni az életetek, és hogyha jön a vihar, mert az mindenkire jön, akkor akkor nem fogtok meginogni. Amen. Oké. Okay. Szóval... Felszínes, és azt gondolom, hogy nagyon sok emberben hamis istenkép van megismétlem, nagyon sok keresztény gyülekezetben hívőknek lehet szolgáló, lehet régi csocsász, régi hívő, hamis istenképe van az Istenről. És amikor jön, és ez békeidőben nem nagyon tűnik fel, meg békeidőben, érted, elmész abba a gyűliba, hogy nem zavarják nagyon a, 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 te elképzelésedet, ott jól el vagy, és akkor, de ha jön a vihar, akkor nem fognak neked tudni mit mondani. Ha jön a vihar, ha jön a nehézség, ha jön a szenvedés, ha jön az, amire nem fér bele a te Isten képetbe, akkor mit fogsz csinálni? Akkor meginog az egész úgy, ahogy van. Úgyhogy én az a gondolom, mindenki tudja azért a választ, hogy senkit nem Isten küld a pokolba. Jó, ez meg van? Isten senkit nem küld a pokolba. Mert ez az ember azt mondta, hogy miért küld 4 milliárd embert a pokolba. Senkit nem küld Isten a pokolba. Te mész a pokolba, ha úgy döntesz. Te választod azt, hogyha úgy, ha úgy döntesz. Egyetlen egy ember nem megy úgy a pokolba, hogy véletlenül ott találja magát, mert Isten igény azt mondja, hogy mindenkinek megvan az esély arra, hogy megtérjen. Isten a saját fiát azért adta oda, hogy ne kelljen neked oda kerülnöd. Hogy senkinek ne kelljen oda kerülnöd. Amen. Ez egy, egy szerető Isten. Nem egy feledékeny Isten. És ugye az a bajom, hogy amikor arról beszélünk, hogy Isten a szeretet, és Isten a kegyelem, és hogy ez mennyire jó, akkor, Rögtön felmerül bennem az a kérdés, hogy milyen Istenben hiszünk. Csak ebben az Istenben? A szeretetnek az ebben? Csak a kegyelemről beszélő Istenben hiszünk? Csak abban az Istenben hiszünk, aki neked megadja mindazt, amit kérsz, mert ő egy jó apuka, és ez nagyon jó ebben meggyökerezni. De ha csak ez van, akkor nem vagy tisztában a valóságnak egy jelentős részével. Akkor nem fogsz tudni választ adni arra, hogy miért van ennyi nyomorúsági szenvedés a Földön. Akkor be, vagy becsukod majd a szemedet, és azt mondod, hogy á, ez így nem igaz, vagy rád lángol már az egész Amazonas, és így jelzik már csengőt rázák, hogy ha, hó ébresztő, ébredés van. A hit nem arról szól, hogy szól a lágy zene a háttérben. Én beszélek lágy búgó, mély hangon a szeretet Istenéről. És akkor azt mondom, hogy, mint evangélium hirdetés, hogy és most ki akarja Isten szeretetét elfogadni. Mm. Din, 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 din. Ki akarja most Isten szeretetét? Hmm. Isten nagyon szeret téged. Még lehet, még mélyebb engeded a hangodat, mert sokkal jobb. Kis hatásszünet. Hmm. Én hallottam így evangéizálni, állítólagos evangélium hirdetést. Ki akarja Isten szeretetét elfogadni? Ki ez a hülye, aki nem akarja? Sokan fölteszik erre a kezüket. Én el akarom fogadni, persze. De arról nem volt szó, hogy miben jelentkezik Isten szeretete. Arról egy bűnös szó nem esett, hogy Istennek abban jelentkezik a szeretete, hogy szétvertek és megkínoztak egy embert, a tulajdon abban saját magát hogy a vérelet kiontva azért, hogy én elfogadhassam a szeretetet, hogy mocsokba és szemérmetlen gyalázatba került valaki, aki büntelen volt azért, hogy én elfogadhassam. Hogy a szeretet az egy véres valóság. A szeretet nem ö, egy lágy himnusz a zongoraszón, akkordok. Nem tudom, nem tűnt fel még, hogy a szeretetnél, amikor Agapéról beszél a Biblia, mindig meghal valaki? Nem tűnt fel a saját életedben, hogy amikor te nagyon szeretsz valakit, akkor újra meg újra belehalsz a szeretetedbe. Amikor ő nem érti, amikor ő hülye, amikor bármi. A szeretet mindig halálon keresztül munkálkodik. Valaki két fél között mindig éppen meghal. De ez tényleg így van. Ez a szépsége a dolognak. Mert utána viszont van mindig. Ha belehalsz a szeretetbe, hidd el, hogy fel fogsz támadni. Akkor el is meg fog érkezni. Ámen? Na, ez már egy evangélium hirdetés felé halad. Mert akkor már érzed azt, hogy miről van szó. Miben mutassa meg Isten a szeretetét a lágy zongora szó mellett? Abban, hogy hirtelen a bankszámládon pénz lesz? Abban, hogy Margit hozzád megy, meg Béla, meg, meg elvesztéged, Mert miket szoktunk még kérni? Abban mutatja meg Isten a szeretetét, hogy kaptam munkát, meg autót? Miben akarjuk, hogy megmutassa Isten a szeretetét? és azt mondta, hogy én nem adok, jelen, én nem adok ilyen jeleket. Én egy jelet adok neked, meghaltam a fiamban. Egy jelet adok, ott a Golgothai keresztel mindig fogod látni. Én szeretlek téged, ezt nem vonom vissza. Az, hogy neked lesz munkád, az a családi állapotból fakad az abból fakad, hogy te a fiam vagy és a gyerekem, vagy és gondoskodok rólad. És ha éppen autóra van szükséged, majd ki, fogok neked rendelni autót, akkor is kirendelem, amikor, amikor büdös rógál vagy épp a gyülekezetbe. De akkor is ki fogom neked rendelni, mert a gyerekem vagy. És vannak kérdések és témák, amik nem attól függenek, hogy te milyen ember vagy, hogy te milyen hívő vagy, hanem a, a, a születési oknál fogva jár nekünk. Ámen? Van a dolgok viszont, amik nem. És az egy nagyon fontos. Evangélium hirdetéskor tehát nem csak arról kéne beszélni, hogy Isten szeret, hanem arról is, hogy Istennek figyelj, van egy követelése feléd. Szeretem az olyan evangélium hirdetőket, akik azzal kezdik, hogy mielőtt arról beszélnék, hogy Isten mennyire szeret téged, szeretném neked elmondani, hogy Istennek, a Szent Istennek van egy követelése feléd, van egy feltétele feléd. Akkor már rögtön az emberek azt mondják, hogy tessék. Igen, Istennek van egy feltétele felét. Figyelj ide, tudod mi a feltétele? Hogy térj meg. Minden más utána jön. Az az evangéliumi hirdetés, ami nem tartalma az az, hogy meg kell térned. Azt mondja az Ige az egyik helyen pálapostolon keresztül, hogy most általunk felszólítja Isten a népet, minden embert, mindenütt, hogy térjenek meg. Felszólítja. Isten nem egy kérvényt nyújt be. Isten nem kérvényezi azt, hogy de szeretném, ha végre megtérnél, hanem azt mondja, amikor áll, hogy térj meg. Különben elkározol. Én nem akarom, hogy elkározzál. Szeretlek, a véremet adtam érted. Annyira szeretlek, hogy ki sem tudom fejezni. Idők kellenek ahhoz, hogy életem felfogd majd, és megértsd, hogy mennyire szeretlek téged. De most egy feltételem van. Térj meg. Akarni megtérni. A másik ennek az embernek a tanulsága ebben a, ennek a dicsvezetőnek, vagy szolgálónak, de lehetne ez tanító is, mert tanítóból is volt már ilyen, volt már ilyen keresztény íróban, aki, aki homoszexuális lett, aztán ott hagyta a hitet, tehát sok variációja van ennek, de azt mondja például, hogy ő már tíz éve független, vagy pár éve, nem tudom. Tehát, hogy jár ben meg szolgál, meg írja a dalokat, meg keresztény, de igazából ő a Krisztus testéhez tartozik. Tudod, hány ilyet hallottam, hogy a Krisztus testéhez tartozik és szolgáló, de nem egy gyülekezetbe? Nagyon sokat. És itt van a, a, én szerintem itt van a gyümölcse. Az a helyzet, hogy egy helyi gyülekezet, az igének a felkent prédikáció és a szolgálati ajándékok nélkül te hogyan fogsz megmaradni? Én soha nem lettem volna az, aki, hát most se vagyok nagy ember, mert valaki, de voltak szolgálati ajándékok körülöttem, pásztorok, tanítók, evangélium, evangélista, proféta, nyom, nyom, hátsévezető, idősebb testvérek, nyomtak, f... Me, mi ez? Mi ez? Amikor tudod, intenek, köszönöm szépen, mert integetnek, intettek, hát int, tudod. De nem, ez, ez, tudom, hogy van egy rossz szó, hogy int, mert már mindenki már úgy integet, mint a vasútállomáson, de akkor is ennek van egy, van egy nagyon fontos bibliai része, mert ki szólna neked, az anyád nem fog neked szólni, anyád azt fogja mondani, hogy szektás lettél. Amíg nem jelentkeznek a gyümölcsök, mindenképpen ezt fogja mondani. Kellenek a tesók, az idősebbek, a szolgálatajándékkal rendelkezők. Abból, hogy ágy meg ingem klub, mert mindenki szeret mindenkit, senki nem fog változni, nem termünk igazából gyümölcsöt, és marhalassan haladunk. Na, szóval én Burko pont azt gondoltam erről a sorról, aztán befejezem ezt a témát, hogy igazából tényleg imádkozni kell érteni, hogy vissza tudjon térni, találjon egy jó gyülekezetet, egy jó pásztort, egy jó testvéri közösséget, és aztán hallgasson végre igei tanításokat, hogy a pokolba hogy lehet eljutni. Mert nem azért, hanem hogy igei alapok kellenek. Na, most megyünk a bevezetőbe. Ez a két hír, megerősített abban, hogy nagyon-nagyon fontos lesz az most, hogy milyen igei alapokkal rendelkezik egy ház, egy gyülekezeti ház, egy hajó, bármilyen hasonlatot használhatnék, mert az idők vége felé, és minél inkább begyorsul az idők vége, minél inkább közel van az elragadtatás, annál inkább számítani fog az igei alapod azért, mert nincs nagyon idő korrigálni. Tehát húsz évvel ezelőtt még tudtál menni balra, tudtál menni jobbra, ott egy bukta, ott egy megtérés, és akkor szépen ezt így, 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 így azért így belőtted magadat. De most már nem nagyon van erre idő. Az idő kevesebb. Nem a kegyelem, a kegyelem viszont megnövekszik, hál' Istennek, ez egy jó hír. És azt lehet látni, hogy akik most érnek meg például, döbbenetesen gyorsan haladnak, egy-két év alatt eljutnak oda, mi tíz év alatt jutottunk el, hál' Istennek. Tehát ebből is látszik egyébként, hogy gyorsul a szellemnek a munkája is az emberekben. De akkor is ettől függetlenül nekünk most le kell rakni és meg kell erősíteni az igei alapjainkat. Ám nem? Na. Van egy ilyen influencer jelenség az egyházban, ez egy nagyon divatos, szó, hogy influencer. Először azt hittem, hogy influenzások, de aztán rájöttem. Aztán, aztán megmutatták nekem, hogy az influencerek azok a véleményformálók. Neki véleménye van. És vannak ezek a influencerek, akiknek mindenről vélemény. Még pénzt is kapnak érte. A rossz pályát választottam. Nekem is mindenről van véleményem, de nem kapok érte pénzt. Ő viszont Instán meg ilyen helyeken csinálnak ilyen influencer ö, csatornákat, és akkor mindenről elmondják a véleményüket. Ha mennek ételembe arról, ha bugyit vettek arról, ha nem tudom, rosszul vannak a csülcsőkétől, akkor arról, és rengeteg követő van, ez meg az, több tízezer, százezer el, milyen bugyit vettél like, és véleményt formálnak, és most ez nem semmi baj nincsen, az mondjuk már érdekesebb, hogy milyen társadalom fog abból előállni, meg nemzedék, ahol tényleg már bocsásatok meg, de alapvetően egy elég szűklántó körül, esetleg nem annyira tájékozott, talán nem annyira milyen érző gondolkodó emberek alkotnak több százer embert befolyásolnak dolgokban. Tehát ez, ez már döbbenetes. Na most az influencer jelenség egyébként viszont mindenre jellemző. Mindenkinek van véleménye. Neked is. Te is egy rejtett influencer vagy. Tuti, hogy van véleményed, különben már szent ragyogásban ülnél itt. Tudni, hogy az a helyzet, hogy megvan a mi véleményünk, és megvan az úrnak a véleménye a bizonyos kérdésekben. És mi is véleményt formálunk és alkotunk, és ott az úrnak a véleménye. Nem tudom, hogy neki hány követője van, de én magamat nagyon tudom követni és alapvetően az a helyzet, hogy, hogy, amíg te nem az ő követője vagy, hanem a saját magad követője vagy, addig az állapot, amiben most üldögélsz, az jellemző terád. De ez nem az Istenre jellemző. Nagyon károm, hogy azt mondjuk, hogy hát Isten milyen és saját magunkat követjük, mert Isten elmondta, hogy ha engem követsz, akkor ez is ez fog történni. De ha nem engem követsz, akkor annyi minden történhet, ami éppen most veled történik. Röviden, egy influencer hívő a ma saját véleményét hangoztatja, egy tanítvány pedig az Isten véleményét hangoztatja. Jó? Ezt röviden összefoglaltam. Influencer hívő az, aki a saját véleményét hangoztatja, tanítvány az, aki az Istennek a véleményét hangoztatja, és azt követi és azt kutatja. Nem én találom ki a beszédeket. Nem érdekel az, hogy mit gondolsz a házasságról, a vállásról, már nem érdekel, hogy mit gondolsz a pénzről, nem érdekel, hogy mit gondolsz a gyülekezetről, ezekről, mert én Istent követem az ő véleménye számít. És ahol az agyam, a gondolkodásmódon, meg az Isten véleménye eltér, hát ott elindul egy birkózás értelemszerűen. Nekem is vannak birkózós területek, van, ahol még döntetlen a meccs, de valahol már győzött az úr, én meg vesztettem, hál' Istennek, és így lett a legjobb. De a lényeg, ami lényeg, hogy, hogy itt eljutunk a következő ponthoz, hogy a hit az nem egy normális, nem egy egyszerű dolog. Hinni nagyon nehéz. Hinni akkor könnyű, amikor Istennek az a véleménye, mi neked. Ámen. Hmm. Én is így gondolom, uram, egy a véleményünk. De amikor Istennek más a véleménye, és neked azt el kell hinni, na az már nagyon nehéz. Mert valamikor ez csak szimplán nehéz, de valamikor nem is tetszik az ő véleménye. Már nem akarjuk azt a véleményt, nem is akarunk tudomást venni arról. Én igenis jó ember vagyok, ő, ő volt a hülye, én türelmes ember vagyok, csak három másodperc alatt egyszer nem érti meg a dolgokat, és folyamatos, ezek gyenge példák, de alapvetően értitek, vagy egy burokban egy véleményben, és neki van egy másik véleménye. Lehet kérdésed és lehet nyüglődésed. Lehet problémád mindennel. Egy dolgot meg kell tenned, hogy harcolsz a saját véleményed ellen, és ezt hívják, ezt hívják a hitnek a nemes harcának. A hit nemes harca tudnélék alapvetően saját magad véleménye ellen szóló harc. Annyira jól tudod, hogy ez nem fog egyik pillanatra a másikra eltűnni. Évek, évtizedek alatt épült fel a gondolkodásmódod nem egyik pillanattól a másikra rombolódik le. De neked meg kell küzdeni vele. Amen. A hit egy tusakodás. A hit harca azt jelenti, hogy amikor Isten valamit mond, és én másképp érzem, másképp vélekedek róla, akkor magamat legyőzöm. Senkit nem érdekel a te érzésed ebből a szempontból. Szeretném még egyszer elmondani, neked ez egy kemény mondat. Jézus Krisztust nagyon alapvetően nem érdekli, hogy éppen mit gondolsz, hogy érzed magad, amikor a hajadnál fogva rángad ki a tűzből. Nem fog azzal problémázni, hogy neked fáj vagy nem. Egy dolog számít, kiráncson téged a halából. Őt ez érdekli utána hogy megvigasztal esetleg, meg rábíz lelki gondozókra, mert az Jézusnál nem azt látott, hogy nagy lelki gondozásokat csinált volna. Nagyjából ugye annyi volt emlékezetek, amikor Péternek azt mondta, hogy távoz tőlem sátán, meg ilyenek. Tehát alapvetően túl sok lelki gondozást Jézus azért nem csinált. Ez kell lelki gondozni, hiszek a lelki gondozásban, csak nem az évtizedekig tartó lelki gondozásban. Tehát van egy pont, amikor most vagy megtérsz, vagy nem térsz meg. Ennyire egyszerű a dolog. Ha meg megtértél, akkor már nem kell lelki gondozni téged. Szóval, ez Azért tartom ezt fontosnak innen indítani a dolgokat, figyelj rám, mert a hit még egyszer nem egy lágy zongora szó, gyere hozzám, szeretlek, hanem egy véres valóság, egy küzdelem, küzdelem magam ellen, küzdelem, amit benned látok, az ellen küzdeni, mindennel való küzdés nem sok esetben a hitnek a harca. Tehát tulajdonképpen a hit hitharca, a szeretet, ami szintén egy véres valóság, ez nem egy lágy zenei sütiklub a gyűri teremben. Nem mondom, semmi gond nincs a klubban a gyűjtelemben, annak is megvan a maga a helye. De amikor egy gyülekezet arra épül, hogy süti klub van. Értitek, amiről beszélek? A hangsúlyokról. Amikor egy jó társaság gyűlik össze, és most arra, arra utazunk, hogy sütízzünk együtt, és jó legyen a hangulat, az még nem Istennek a népe, az még nem gyülekezet, az egy klub. A klubban pedig nincsen semmi baj. Mi is alakítsunk egy klubot. Van is egy, milyen klubok vannak itt? Ropi klub, meg ilyenek, de szóval van pár klub, itt ebbe a gyülibe is, nyugodtan jelentkezzetek, és lehet hozzá is csatlakozni. Amen? Amen. Oké. Okay. Na most. Arról beszéltem, miért? Mert ez egy korszellem. Az influencerség egy korszellem. Nagyon gyakran a világban látod meg azt, hogy milyen szellemiségek mozognak, tehát ha ott azt látod, hogy mozog az influencerség, pontosan tudod, hogy a világból térnek meg az emberek, ők ugyanúgy hozzák az influencerségüket. 60 évvel ezelőtt egy fiúnak, ha volt apja, nem hiszem, hogy nagyon voltak olyan dolgok, hogy azt mondták volna az apjuknak, hogy dehogy teszem, hagyjam már öreg. Akkor át kapott volna, hogy elszállt volna a szoba másik vé. De föl sem merült volna benne. Ma mi van, fater, hagyjál már, hagyjál már lógva, adjál pénzt, adjál pénzt. Tehát nagyjából ilyenek is vannak, és csak azért mondom, hogy a vélemény, megvan a véleménye. De gyerekként és fiatalként engem nem érdekel a te véleményed, kisfiam, fogad mostól és lefekszel. Ez az én véleményem, és kövesd azt. Ámen? Ámen. Oké. Okay. Hányan mennek ki még a világba? Hány dicsvezető szolgáló, pásztor, apostol, evangélista, vagy név nélküli szolgáló fog kimenni a világba, vagy tart kifelé a világba, vagy küzd olyan kérdésekkel, hogy egyáltalán, ha van szeretet Isten, akkor miért van ez a sok fájdalom, meg a, ez a sok háború, meg ezek. Te vajon közte leszel -e? Honnan tudod, hogy nem leszel közte? Honnan tudod, hogy nem leszel öt év múlva pont az, az, ember, aki a világból fogsz visszanézni? Jó, persze a gyülekezetek. Én azt gondolom, hogy alázatra kell, hogy bennünket sarkajanak az ilyen hírek. Hogy meg Péter bukása, meg ezek. Nem azt jelenti, hogy nincs üdvösségünk, hanem azt jelenti, az igaz arra bátorít bennünket, hogy figyeljünk oda erre az üdvösségre. Ügyeljünk erre az üdvösségre. Óvjuk, erősítsük. Vigyázni kell rá. Mert az ördögnek ha már hívő lettél, egy célja tudti, hogy van, hogy ezt elvegye tőled. A kegyelem akkor érthető meg a legjobban, ha rájössz arra, hogy milyen véres a valóság, és hogy rájössz arra, hogy Istennek milyen komoly a véleménye a bűnnel kapcsolatban. Amíg ágy meg, és Mikulás istenképet szeretünk, amíg a Mikulás meg a Jézuska, aki hozza az ajándékot, ez az istenképünk van, addig nagyjából azt fogod gondolni, hogy hát igen, van bűnöm, de Jézus a haver, ő szeret engem, ő ezt elnézi, és amúgy meg kegyelem van, meg, meg minden. Amikor rájössz arra, hogy neki ez mit jelent, neki milyen problémát jelentett a bűn, neki, hogy a Szent Isten az milyen, nem fog rád rontani, nem ijeszgetni akar, hanem bemutatkozni, akkor fogod megérteni a kegyelmet, akkor fogod igazán értékelni. Nem rettegni fogsz az Istentől, csak sokkal jobban fogod értékelni, hogy megkegyelmezett neked. Sokkal jobban fogod értékelni, hogy tegnap is elbuktál, és ma is megkegyelmez. Akkor fogsz állni, hogy nem automatikus, hogy minden nap kvázi omlik a vér amiatt, amit ma csináltam, meg amit holnap fogok és ez a vér ez jobban beszél. Amen. Azért tanítunk alaptanításokat, hogy megértsük azt, hogy Istennek többféle oldala van. Egy egész örökkévalóságot fogunk azzal eltölteni, hogy Isten megismerjük, de az, az, igen már beszél arról, hogy Istennek legalább hét szelleme van. Abból az egyik a szeretetnek az oldala. De van még pár oldal azért. Isten egy bosszúálló Isten is. Hál' Istennek nem felénk. De gondolkoztál már, hogy Isten bosszúálló Isten? Gondolkoztál arról, hogy lesz egy nap, amikor azt mondja az ige, hogy kiönti a haragját elegyítetlenül? Nem lesz benne kegyelem? Ő még mindig a mi Istenünk, a szeretet Istene. De gyűlöli a gonoszt. Annyira gyűlöli a gonoszt, mint egy apa gyűlöli azt az embert, vagy lényt, aki bántja a gyermekeit mert a gonosz betegít meg bennünket, a gonosz, a gonosz visz halába öregségbe. Voltunk most nemrég egy vidámparkban, és láttam gyerekeket, ilyen kis fiatal tizenéveseket. És így mindegy. És csomó mellett ott volt az apja, meg a szüle, és akkor mentek ilyen kis hajókába, hogy nézegettük. És azt láttam, hogy fiatalon mennyire más az embernek az arca. Vidámak, tiszták a tekintet, tudom, mededendőbűn bennünk van, stb. De hogy alapvetően milyennek teremtett téged? Nem egy ilyen ráncos, poszakos embernek, most értsétek jól, hanem egy fiatal embernek, aki telve van élettel. Hát, te rajtad még látszik. Őrizd meg. Azon leszel, mi? Hát, jöjjön haza az úr. És, mert a romlás egyszerűen bennünk mozog. 40 évesen már nem úgy nézünk ki. A legfittebb ember is a 40 és korára a lelke már máshogy van. A, a már máshogy lépünk a lépcsőn. Egyszerűen a lelki tapasztalataink teljesen más, Már keserűbbek vagyunk, már tapasztaltabbak vagyunk. De Isten nem ilyenet teremtett bennünket. És arra teremtett bennünket, hogy, életünk még bízzunk, örüljünk, a szemünkből élet jöjjön ki. Mint a gyerekeknek a vidámporban, 8 éves korban. Csak nevetnek, örülnek a létezésnek. És jó volt ezt meglátni, hogy Isten ilyen Isten. Isten szeret bennünket. De ide, ezt a bulit vissza kell vinni. Ez most megromlott, ezért most nem ennek az időszaka van, hanem marad hogy az emberiséget vissza oda, abba az állapotba, ahol egyébként az emberiségnek helye van. Oké. Okay. Szóval, testvéreim, jön egy söné, sötétség, ráadásul, és ö, amiben azt mondja Jézus, hogy addig kell cselekedni az igazságnak a cselekedeteit, amíg tart a világosság. Mert lesz egy időszak, amikor már nem lehet cselekedni, mert a sötétségben már nem lehet ezt majd cselekedni. Ezért ma lehet még cselekedni. Ma még. Evangelizálhatsz. Ma még szerethetsz. Ma még megbocsáthatsz. Ma még felhívhatod a régi ismerősödet, hogy bocsánat, hogy hülye voltam. De még tovább is lehet menni. Ma még a jelen való ismerősödet is szeretheted. Ma még felszabadíthatod a szereteted a szívedben, a testüreit felé, a gyülekezet felé, a pásztorok felé, a bárki felé, anyát felé, mindenki felé. Ma még lehet ezt cselekedni. 2 Timóteus 4.1, a mai alapigénk. Kérlek azért, Pálapostolon keresztül mondja az ige, kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában. Hirdesd az igét, állj elővele alkalmas és alkalmatlan időben, Jézus körül. Uh -huh. Hiányzik egy oldal. Szóval, kérlek azért Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő előtt, akkor a laptopot nyisd majd ki, kérlek a laptopot, kérlek nyisd majd ki. Igen és állj velő vele alkalmas, alkalmatlan időben incs, fegy buzdis teljes béketűréssel és tanítással, mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat. Ez egy kifejezetten nekünk szóló ige az utolsó korszakos tanítványoknak és szeretnék pár szót erről szólni. Ez nem arról szól, nem azoknak szól, akiknek még kérdője, hogy Isten szeret vagy nem szeret. Ez azoknak szól, és remélem nektek szól, meg nekem szól, hogy Isten szeret. Teljesen biztos vagy benne már, hogy Isten szeret, Isten kegyelmes Isten. Ez már nem kérdés. Nem kérdés, mert az, hogy Uram, szeretsz vagy nem szeretsz. Tudod jól, hogy szeret téged, és tudod jól, hogy megbocsát neked minden bűnt és védkedet. Meg vagyunk? Ámen? Oké. Okay. Akkor ezek után fontos az, hogy beszélünk erről. Tanítványoknak szól, és azt mondja itt, az, ezért beszél Isten arról, hogy Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat. Itt lehet beszélni a bíróról. Lehet beszélni arról, hogy Isten igenis megítéli a dolgokat. Igen, Igenis megítéli a rosszat és elválasztja a jótól. Nem kell ettől félni, de lesz egy idő, amikor ez teljes mértékben százszázadékosan fog működni. Ámen. Ez azért nagyon fontos, mert nem nem, nem, nem kell megijednem attól, hogy milyen Istenről beszélünk, de bele kell állnom abba a munkába, ami ezt az országot hozza majd elő. Figyelj ide, nem egy szürke zóna érkezik most a mennyből. Nem egy olyan királyság áll elő most az gyülekezeteken keresztül, és jön le a mennyből, és majd ez idők egy váltáspontján megjelenik az igazi egyház és a mennyei királyság. Nem egy olyan, ami most van, egy ilyen kis szürke zóna, minden belefér, hanem egy teljesen világos, egy teljesen szent, egy teljesen tökéletes, egy teljesen királyi uralomra épülő királyság. Ez érkezik, ez jön át, és ezért el kell tudni választani az hamisat az igazságtól. És most van az az időszak, amikor úgy állsz bele Istennek a munkájába, hogy a saját életedben, mi a gyülekezetünknek az életében elkezdjük el a hamisat a sötétségtől, kegyelemmel, szeretettel, mert én is bűnös vagyok, és te is bűnös vagy. Ezért de nem egy ilyen megnyugszunk egy bűnösök klubja, hanem pont az, hogy áttérünk a harcosok klubjába, és azt mondjuk, hogy harcolunk a bűn ellen, megpróbálunk változni, kiáltani az Istenhez, és most mondok neked, lesz olyasmi, köszönöm szépen, lesz olyasmi, amiben lehet, hogy soha nem fogsz tudni megváltozni. Lehet, hogy mindig sántikálni fogsz azon a területen, de a kegyelemmel pont arra vala, hogy a vér kipót. Azt a, azt a részét az életedben. Ám nem. Tehát nem ezen kell görcsölni. Oké, okay, megyünk tovább. Azt mondja itt az igen, ez a része még le van írva, hogy az ő munkájának lehetek, ugye, egy előkészítője. De mikor? Azt mondja, hogy hirdessd az igét, állj elő vele alkalmas vagy alkalmatlan időben. Hát alkalmas idő, azt tudjuk, de mi az, hogy alkalmatlan idő? Na milyen? Te éppen sietsz a gyárva, de én megállítalak téged, hogy ne neked hirdetem ki az evangéliumot. De nekem ez alkalmatlan. Tudom, de meg van írva, hogy alkalmatlan időben is hirdessem az evangéliumot. Nem, nem erről van szó. Fiatal keresztényként elkövetjük ezt a hibát, hogy boldog, boldogtalant. nem érdekel bennünket, hogy alkalmatlan vagy nem alkalmas az ideje, mert meg van írva. De itt az Ige azt mondja, hogy neked alkalmatlan ne csak akkor legyél kész az evangélium hirdetésre, vagy Istenről való beszédnek a készségére, amikor éppen ráérsz, hanem vedd észre a helyzeteket. Mert lehet, hogy Isten úgy fog neked egy helyzetet eléd hozni, hogy te éppen sietnél a gyárba. Oh, de ez annyira magas labda. Uh, ez, hát, hát, ért, oké, okay, uram, megvan, értem. És, és csinálod az, a, az Istennek, emberének a munkáját. Nagyon fontos tanulságot mondok neked. Soha nem fogsz kárt szenvedni akkor, ha egy ilyen feldobott labdáért te, kimész a te úgymond alkalmatlan időzónádba, ez van, megcsinálod, akkor Isten befogja fedezni azt az időintervallumot. Most mondok valamit, így nem lehet elmenni vizsgáról, nem lehet lelógni az érettségről, gyerekek, az nem ez, az nem ez mert Isten egy jó apa, és amikor te az érettségre mész, nem fog eléd gurítani szerintem semmilyen olyan helyzetet, amit ne tudnál esetleg maximum 5 perc alatt megoldani. Úgyhogy érettségizni kell, meg tanulni is kell, és vizsgázni is kell. Amen. Szóval az alkalmatlan idő, ez azt jelenti, hogy nekem lehet, hogy nem alkalmas. De ez egy készség. Megint kezdjetek az új gyülekezet, az új minőségű gyülekezetekről gondolkozni lelkemben, hogy egy nép, ami jár, teszi a dolgát, amiről a legutóbbi tanításban beszéltem, hogy vannak a normál idők, megyek a gyárba, de bejöhet a kairosz egy pillanat alatt. Isten meghallom, megértem, észreveszem a, a, a lehetőséget, kiadom magamból az isteni dolgokat, aztán megyek tovább a dolgomra, mert Isten megvégzi a saját dolgát az illetőben. Mennyivel életszagúbb lenne így az életed, nem? Mert most tök ketté van választva, éld az életedet, és van a, van a gyüli vasárnap ide eljövünk, kiböld a három órát, lehet, hogy most több lesz egyébként, de kiből a három órát, és aztán nem fenyegetés volt. De aztán pedig megyünk vissza a hétköznapi valóságba. De mi lenne, hogyha ez, ami itt van, kiáradhatna a hétköznapokba, és ami hétköznap van, beáradhatna ide egyébként. Hogy normálisan itt vagyunk, lehet egy olyan Isten tisztelt, amikor csak bizonyságokat beszélünk, lehet egy olyan, amikor csak dicsérjük az Urat, mert a Szent Szellem ezt hozza fel, vagy csak sütizünk és kávézünk, mert a Szent Szellem ezt hozza föl, de a Szent Szellem hozza föl. Nem, az olyan jó, amikor egy prédikátornak alkalmatlan időben szól az Úr. Én nagyon szeretem, amikor nekem van egy valamim, és akkor Isten szelleme teljesen félreteszi azt a dolgot, és lehet, hogy most neked alkalmatlan, Súr, de most szeretnék szólni pár szót. Oké, okay. de nagyon sikeres vagyok én is abban, hogy hogyan lehet elhallgattatni az Urat. Na, szóval, de nem akarok ebben sikeres lenni. Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik. Megint egy utolsó idős, ez egész, igen, inkább utolsó idős, igen. Egészséges tudományt el nem szenvedik. Ö, most értitek, miről beszélek, ugye? Jó. Tehát vannak olyan tanítások, vannak olyan fuvallatok, áramlatok az egyházban, amikből igazából az jön le, hogy hát az egészséges, teljes értékű tudomány nem igazán szenvedik el bizonyos emberek. Oké, akkor ezt nem kell ragoznom. Mondjuk az egy érdekes kérdés, hogy gyűjtenek, itt van, ugye? hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat. Ez egy nagyon-nagyon fontos észrevétel. Ha masszívan ellenállsz hosszú időn keresztül egy igazságnak, egy alapfundamentumnak, akkor egy idő után annyira ö, 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 zavarni fog, amit Isten állandóan neked mutat, hogy jobb lenne egy másik tanító, egy másik tanítás, ahol ez, ez, ez nem így van. És akkor szépen lassan olyan tanítások felé sodródik az ember, ahol az a fajta tanítás hangzik el, amit te szeretnél hallani, amit téged megnyugtat. De Isten igénye az a helyzet, hogy nem akar téged megnyugtatni. Isten igénye olyan, mint egy pesgős tablett a coca cola -ba, hogy robbanjon. Azért ő, ő, ő forralni akar téged, ő, azt akarja, hogy változzál, azt akarja, hogy értsd hogy Jézus bármit csinált, az emberek is felkapták a fejüket, hogy mi van? Volt amin, van olyan mondat, amin 2000 éve gondolkozunk, hogy mit is mondtál. És ö, egyszerűen ilyen, ilyen Istened van. Na most ö, ez az Istennek az útja. Oké. Okay. De ő mindenről beszél, és úgy beszél, ahogy, ahogy ő akar beszélni. Az a véleménye a házasságról, ami az ő véleménye. Az a pénzkezelésről a véleménye, ami az ő véleménye. A gyülekezetről, ami az ő véleménye. Ez számít egyedül. Ámen. Mert ő egy király. Ámen. Oké. Okay. Na, következő nagyon kedves mondat, lapozzál tovább. És az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak, de te józan legyél mindenekben, ez nem csak így józan, hanem józan legyél mindenekben, szenvedj az evangélista munkáját, cseleked. mi karizmatikus gyülekezet vagyunk, ezt mindig elmondom, szeretem, hogy karizmatikus gyűli vagyunk, de főleg mi karizmatikus gyülekezeteknek fontos ezt hallani, hogy józan. Tehát lehet az Úrért mindent csinálni, ha mondja, akkor mindent. De ha nem mondja, akkor nem mindent. Tehát, hogy, hogy értitek, józanság. Hogy Isten egy nagyon józan Isten egyébként, különben nem tudta volna megcsinálni ezt a világot. Logikus, föl van építve, működik, józanság mutatkozik meg ebből is. De mit mond mit az Ige, azt mondja, hogy és szenvedj. Jó reggelt kívánok. Ez Istennek egy üzenete ma az ő népének. És szenvedj nem az van benne, hogy és érez magad jól, süti, és a többi, hanem az, mert ez lehet, az is lesz, de hogy szenvedj, egy picit szenvedj, kicsit járd át az agyadat, hogy szenvedni fogsz. Halló, kereszténység, szenvedsz, szenvedsz. A szót ízlelge, szenvedsz, szenvedek, szenvedek, ő szenved, mi szenvedünk. Én, én azt a ragozást még nem tudom. Ő szenved, ti szenvedtek, ők szenvednek. Én szenvedek? Én? <laughs> Oké. Okay. Miért fontos Isten emberi szenvedhetnek, kétségeskedhetnek, nyavolyáskodhatnak. Ámen. Így van. Isten emberi, nyugodtan. Örüljetek neki. Igen, lehetek rossz helyzetben. Lehetek szorultságban, és nem vagyok attól még rossz hívő. Lehet, hogy nagyon gyatrán áll éppen a zászló most az életemben, telve vagyok mindennel, és még mindig jó hívő vagyok, csak szenvedek éppen. És Isten felszabadít téged arra, hogy benne van a leírásodban, szenvedj most nyugodtan. Megjön az öröm időszaka is, van békesség időszaka is, de van szenvedés időszaka is. Ez van, ezért szenvedjél. Halleluja. Nagyon jó. Örüljetek neki. Pál Postész azt mondja, mindenkor örüljetek. Ilyen hír jött, akkor ennek is örülünk. Uram, te jó, örüljetek. Még valami. Nem tudom, feltűnte nektek az ilyen angol száz típusú gyülekezetekben, de most pont, de nagyon szerettem őket, tehát ne, tévedés, csak lehet most úgy jön ki a lépés, csak most eszem őt ott. Nézzétek meg a dicsőítő csapatokat. Trendi fiatalok, trendi haja, trendi fiúk, trendi lányok, trendi gitár. Uh, design, az nem van design, de mindegyik fiatal, mindegyik szép. Csak szép lányok vannak, csak szép fiúk vannak, nem? A dicsőítésekben. Én nem azt mondom, hogy Woody jeleneket kell a dicsőítő színpadon, ez a, ez a vágyam. Nem erről beszélek, hanem arról, hogy, hogy, minden olyan, olyan cool, olyan trendy. Na most én azt gondolom, hogy Isten nem így osztogatja az ajándékokat, hogy szép vagyok, akkor te lehetsz dicsőítő. Péter, te olyan szép vagy. Neked egyébként itt lenne a helyed a dicsőítők között, mert annyira, annyira szép srác vagy, tudod? Nekem is. Erre nem voltál men. Oké. Okay. De, a, de ez, az a, ez azért néha olyan érzésed van, mintha a casting lett volna előtte, nem? Hogy kiválogatják, hogy hogy néznek és milyen a színpadkép. Elhiszem, hogy nem. Tehát nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy egyszerűen amit... Arról a képről én látok a kereszténységről, tudod, a YouTube-on mennek a zenés, a többi, ami abból sugárzik, az pont nem az, hogy szem, ez, a, ez a szó, hogy szenvedsz. Pont nem az, hogy kudarc. Pont nem az, hogy elhagytak. Pont nem az, hogy belefutottál már hétszer szer a zsákutcába, és 8 és most éppen most igyeksz el belefutni, hát a, akkor most nem lesz az, hanem egyszerűen egy teljesen más, inkább egy ilyen világi sikerességnek az íze van a háttérben, hogy ilyennek kell lenned. Nem kell ilyennek lenned. Ha vudi jelen vagy, legyél vudi jelen keresztény. Légy szabad, be happy, oké? Okay? Jó, akkor ezt megbeszéltük. Ige hirdetésekben bátrabban lehetne képviselni a törpök hihete nem csak móka és kacagás. Oké. Okay. Négy, euh, még lapozza egyet? Mert én már megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott, Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Na hát ez egy nagyon fontos dolog. Ezt mondtam, azt hiszem a Gyüli táborban is, de nagyon fontos. Pál apostol a valahajét legnagyobb apostol volt. Találkozik Jézussal többször. Elragadtatik. Olyan titkokat tud, amiket más nem tud. Ráfeküdt halottakra azok föltámadtak. Csodás megmenekülései voltak angyalokat is biztos látott, gyülekezeteket plántált, vakok szemei megnyúltak a, a kendőt, amit rátettek a testére. Annyi csodát ért meg, amit ember nem ért meg, meg még csodát. És ez az ember a szolgálata legvégén annyit bír mondani, nem ezekről emlékezik meg, hogy mennyi csoda, mennyi, mennyi ez, hanem azt mondja, mint érdem, mint siker, hogy a hitet megtartottam. Ezért Szeretném hangsúlyozni, hogy a bibliai hitnek a megőrzése tényleg egy olyan dolog, amiért jutalom jár a mennyben. A hitnek a megőrzését jár a mennyben. Ha te hitbe tudsz maradni, ha úgy tudsz befutni majd a, a, az elragadtatáskor, vagy a halálodban a királyságban, hogy te még hitben vagy, azt értékelik. Mert a hit egy nagy dolog. Egy láthatatlan Istennek hiszünk minden látszat ellenére. Láthatatlan Istennek minden látszat ellenére. Ez a hit. És ebben való kitartás a bizalom és rátámaszkodás. És néha Isten kegyelmes persze, és megajándékoz bennünk egy gyümölcsökkel. Megajándékoz bennünket váratlan helyzetekben, ahol megérezzük, hogy jó és gondunkat viseli. De alapvetően én úgy tapasztaltam, a legtöbb esetben Isten nem kivesz a szenvedésből, hanem elkísér benne. Nem megúszhatja veled hanem végigmegy veled ugyanúgy. De olyan barátokká és olyan kapcsolat alakul ki ebben közöttetek, ami pótolhatatlan, ami mindennél értékesebb. Ámen. Oké. Okay. A hit nemes harcát tehát Pálapostól megharcolta. Na most jön a lényeg. Miért tudta megharcolni? Azért, mert Pálapostónak volt látása, igei látása dolgokról. Pálapostónak volt igei látása mindenről, amiben dolgozott és amiben munkálkodott. Mindent az szerint, a, mint a szerint csinálj, amit a mennyben láttál. Emlékeztek? Így kész a sátor. Sokszor figyelmezteti Isten így a népét. Minden, ahogy, minden amit a, mennyben, a mennyei mintát láttad, úgy csináld meg. Akkor leszel sikeres. Mindent a mennyei influencer véleménye szerint csináld meg, ahogy ott meg van írva, akkor sikeres leszel. Semmilyen más esetben nem leszel sikeres. Mindenképpen meg akarsz nősülni, mindenképpen gazdagságot akarsz, mindenképpen vállalkozni akarsz, mindenképpen valamit akarsz. Azt mondja Isten, hogy jó, de akkor csináld úgy, ahogy meg van írva. De nekem más a véleményem. És azt fogja neked mondani, barátom, már most kudarsz, vagy ítélve. Miért még elkezdted volna már kudarca vagy ítélve? És ez mindenre vonatkozik. Miért beszélünk erről? Azért, mert most a gyülekezetekről fogunk beszélni a következő alkalmakról. És egy gyülekezet nem arról szól, hogy gyülibe kell járnom, mert így illik. Nem arról szól, hogy gyülibe kell járnom, mert hogyha négy heten nem voltam, akkor a pásztor felhív engem, vagy valakit rám úszít, hogy hívjon fel téged, tudod, ezek a variációk. Vagy mi van még? vagy szúró szemmel néz rád, amikor legközelebb véletlenül arra jársz, nem erről szól a gyülekezetbe való tartozás, teljesen másról szól. Ahhoz, hogy én bármit meg tudjak csinálni Isten népe, ahhoz nekem látással kell rendelkeznem. Ahhoz, hogy sikeres legyél, figyelj rám. Azt mondja az ige, hogy elvisz az én népemmel látás nélkül való. Azt mondja Jézus a tanítványoknak, hogy ha a te tiszta, az egész testet tiszta, ha neked van látásod, mennyei látásod, akkor az életed az úgy fog alakulni, hogy mennyei áld... meg fog rajta látszódni az, hogy egy mennyei királyságnak az állampolgára vagy. Értitek? Ezért fontos a látás. Gyülibe jöttél ma? Miért jöttél ma Gyülibe? Hát én is azt kérdezem, Zsolt. Oké. Okay. <laughs> Miért jöttem ma Gyülibe? Jó, oké, könnyebb. Miért járok már egy ideje gyülibe? Így, oké, és el, elkenjük. Most ha erre nincsen egy jó válaszod, akkor úgy vagy, mint a, a, gitáros rác. Csinál valami tíz évig, húsz évig, fogalma nincs igazából, hogy miért, és akkor nagyon megborúz, mert meg fognak téged borítani, akkor te nem fogsz járni Gyülibe, mert nem látás alapján jártál Gyülibe, hanem érzések alapján. És érzések alapján nem lesz egy győztes keresztény érzelmek ellenére lesz egy győztes keresztény. Jézus Krisztus a legnagyobb győzelmét pontosan az érzelmei ellenére vívta meg a kereszten. Kinek van kedve keresztel lenni? Senkinek. Jézusnak nem volt ott kedve lenni. Akart onnan elmenni. Azt mondta, ha van valami más megoldás, legyen az. Csak nem volt más megoldás. De a legnagyobb győzelem az akkor jön be. Mert érzések ellenére hit. És ez a hit. És téged, mint utolsó idős egyházat és gyülekezetet, Isten mindenképpen erre akar elhívni, hogy felejtsd el az érzésedet, egy picit tett háttérbe. Ne érzéketlen legyél. Fontosak az érzelmek. Szeressél, kívánjál, örüljél, happy, minden. Másodszorra. Először higgyél. Mert amikor éppen a kettő egyezik, akkor nagyon jó. Amikor a kettő nem egyezik, akkor is legalább hitben vagy, aztán közben sírdogálsz őszi napokon. Oké? Okay, jó. Egy új gyülekezeti korszak megszületésében vagyunk, és nem lehet úgy beszélni az új gyüle, a, a gyülekezetről, ha nem beszélnénk arról, hogy új típusú gyülekezeteket hoz és szül meg most Isten. Nagyon sok minden a régit ö, 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 lesz benne, de alapvetően új szinten, új minőségben fognak ezek működni. Nem az számít, hogy mit gondolsz, nem az számít, hogy mi a te véleményed, hanem az számít, hogy Istennek egy adott dologban mi a véleménye a mostani gyülekezetek, amik most átalakulnak, egyre inkább ilyenné fognak válni. Mert az abcsai gyülekezet is egyébként ilyen volt. Egyre inkább azt fog számítani, hogy Istennek mi egy adott kérdésben a véleménye. Oké? Okay? már olyat, hogy valakinek azt mondtuk, hogy ide kiállítjuk, és azt mondjuk itt előtte, hogy előtted a gyülekezet előtt, hogy Gipsz Jakab, most megtérsz, vagy nem térsz meg? Nem térsz meg? Jó, akkor szia. Láttál ilyet? Nem. És ezt szeretnék látni, de ugye tudod egyébként, hogy ez benne van a gyülekezeteknek a, a felelősségébe. Csak jelenleg szerintem egyikünk sincs olyan szellemi állapotban, ezt szeretném aláhúzni, hogy bármelyikünk ki tudjon ide állítani valakit, azt mondani, hogy figyelj arra. Tehát nagyon-nagyon, de, de az irány az ez. A gyülekezetek meg fognak tisztulni. A gyülekezetek nem én válogatom kimarad hanem Isten már most rázza az eklésziát. Potyognak a búza magok ide -oda, oda Most még csak úgy potyognak, hogy ki milyen gyülekezetben, mi, mi a helye, de már potyognak kifelé is emberek, akiről azt hittet, hogy világ életben veled lesznek majd. És úgy beszélnek veled, mint akik soha nem hit. Félelmetes, azért mondom, Pálapostól, a hitet megőriztem. Ez egy nagyon nagy kincs is titok. És ezért kell foglalkoznunk az alaptanításban a gyülekezetekkel, hogy látás alapján tudják gyülekezetet választani, gyülekezethez tartozni, gyülekezetben élni. Tehát tartozni és élni. Egy szóval nem mondtam, hogy járni. A gyüli bejárásnak az időszaka az ilyen, az lejáróban van. A gyüli bejárásnak az időszaka, nem azt mondom, hogy mától, de a lejárásnak a korszakában vagyunk. Ez nem fog menni, hogy járogatok. Élek egy gyülekezetben, megélem a családját, a közösségét, a szenvedését és örömét, áldásait és nehézségeit, bennük és velük mozgok, vagy ki fogok szorulni nem egy másik gyűlibe, hanem az ekléziából fogok kiszorulni. Mert mindegyik gyűli ilyenné kezd alakulni. Legyen az 500 fős vagy 50 fős gyülekezet. Máté 16.13. 13 Két igét szeretnék felolvasni. Amikor Jézus uh, a Filippi környékére ment, megkérdezte a tanítványait, az ember fiát kinek tartják az emberek. Ők pedig azt felelték, némelyek keresztelő Jánosok, mások Illésnek, megint mások Jeremiásnak vagy Profitának. És ti kinek tartotok engem, kérdezte őket. Simon Péter így válaszol: Te vagy a Krisztus az élő Isten fia. Jézus pedig ezt mondta neki. Boldog vagy Simon Jóna fia, mert nem test és vér jelentette ki neked ezt, hanem az én mennyei atyám. De én azt is mondom neked, hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az egyházamat, az egyházamat, a gyülekezetemet. És a pokol kapu is sem vesznek rajta a diadalmat. És neked adom a mennyek országának kulcsait, amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lesz, és amit feloldasz a földön, oldva lesz a mennyekben is nem csak világít és hívőt választ el, 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 ez az ige. És nagyon gyakran ezt mondják az emberek, hogy ez választja el a világít meg a hívőt. De nem. Az a helyzet, hogy ez, hogy kinek mondod Jézust, ez elválaszt hívőt és hívőt is. Gyülibejáróban két típusú ember van. Az egyik gyülibejár, de nem hiszi Jézust. Lehet, hogy Jézusnak egy jó tanítónak tartja, lehet, hogy jó prédikátornak, jó, jó, jó ügyek előhozójának, egy jó embernek, egy jó Istennek, de alapvetően nem a messiásnak és nem a királynak tartja. Nem annak, hogy ami az ő véleménye, az az enyém is, hanem egy vélemény. Kinek mondott te ma Jézust? Tanító? Egy megváltó? Vagy ő a király? Az úr? Az uraknak az ura? messiás, felkent. Isten szeretetből az egész népét nagyon lassan készíti. Nagyon ké készíti. A dics is többször volt egy ilyen, 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 érzésem, amikor sokan azt mondják, tudod, akkor kifakadunk, hogy jaj, semmit nem változik az egyház, ugyanúgy Margit, ugyanaz semmit húsz éve meg. Értitek? De Isten nem így lát bennünket. Szóval amikor 12 év után egy ember bocsánatot kér végre a nagybátyától, most mondtam valamit. Vagy, vagy, vagy ilyen, ilyen apróság, amik nekünk azt mondjuk, hogy 12 év. De ezek változások, ezek nem nagyok, még nem halottak, támadtak föl. De valaki a véleményét átengedte Istennek, és ez egy nagy dolog. Ez egy nagy dolog. Valaki elengedte a saját influenséget, és átment az Istennek a véleményében. Nagy dolog. És rengeteg ilyen apró változás zajlik az egyházban, ami majd egyszerre fog, no hullámokban jobban meglátszódni azért, azért már ti sem vagytok azok, mint régebben. Ma már legalább szégyellett, hogyha megbocsátlanság van a szívedben valaki felé, nem? Na hát most már szégyelled, Leközben meg is mondod a másiknak. Szóval egyszerűen azért van, 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 van haladás. Lehet gyorsabban is. Mi a kijelentés? Azt mondja, hogy, azt mondja Jézus, hogy erre a kijelentésre építem az én egyházamat. Ez a gyülekezet mire épül? Arra épül, hogy jó fej Jézus, egy kedves haver, aki kegyelmes meg minden, vagy ő a király, a felkent. Mert egy gyülekezetet azt mondja az ige, hogy erre a kijelentésre építi fel. Nem arra építi ki a fel az egyházat Isten, hogy kiszolgál téged az Isten. Az, az nem gyülekezet. Az a gyülekezet az Isten szemében, a bibliai szempontokból, hogy az Istennek a népe Istent királyként fogadja el, és megpróbál neki hódolni, megpróbálja őt szeretni, megpróbál az ő útján járni. Persze ez nem fog menni, nem sikerül, ezért van a kegyelem, de alapvetően a fókuszban az van, hogy ő az Úr. És ő tényleg Úr. És ha ő azt mondja, hogy jár gyülekezetbe, akkor én járok. Engem nem érdekel, hogy érzem magamat. Azt sem érdekel, hogy, hogy nézel rám. Azt sem érdekel, hogy hogy utasítanak el. Ha nekem azt mondta, hogy abba a gyülibe kell tartozzam az Isten, akkor ki lehet ember, aki engem ebben meggátol. Itt dőlik el, hogy kinek mondod Jézust. Érted? És erre fog fölépülni a te hívő életed. Minden emberi okoskodás el fog szállni, srácok. Minden. Minden, amit emberként azt gondoltam, tudod, 14 évesen azt itt volt, nem, 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 nem is emlékszem már nevére, nem, nem, nem volt egy csaj. Ő, nem, nem is tudom már nevét se. Őrült szerelem, ő lesz a feleségem, mit tudom én, meg elképzeltem, kutyát, macskát, stb. A nevére nem emlékszem. Ez nem dicsekvés, hanem most nem jut eszembe. De ennyit jelent az, amikor te ott, akkor azt gondolod, hogy na, tuti, megvan a tuti. Ennyit ér egy emberi elgondolás, az a százszázalékos emberi biztonság, hogy na, ilyen lesz az életem, én jobban tudom. Ennyit ér, mint fa levelet elfújja a szél. De amit Isten mond, tesó, az örökké megáll. Amit Isten ráép tesz az ő beszédére, tetszik vagy nem tetszik alapon is. Mert Isten ilyenkor nem érdekli az érzéseit. Azt mondja, hogy nem baj, akkor undorodva, de edd meg ezt a levest az örökké megmarad, és érték és áldás lesz az életedben. Ez még valami nagyon fontos. Igen, lehet, hogy az az ige ott van, hogy szenvedsz, de Istennek minden szenvedést okozó ö, ö, ajánlása és parancsolata hatalmas áldásba torkollik bele. Tehát nagyon fontos megegyezni. Nem úgy van, hogy szenved, mert szadi, és neked el kell hordoznod, mert ő Isten, hanem minden olyan dolog, amit te úgy hiszed most, hogy szenvedsz érte, és azt mondja, hogy bőségesen megjutalmaz, megállt téged, teljes mértékben többlettel fogsz kijönni belőle. Oké. Okay. Jó. Pokol kapui. Azt mondja Jézus, hogy a pokol kapui sem tudnak erőt venni az én egyházamon. Hát most jelenleg nem úgy tűnik, tehát azt gondolom, hogy az az egyház, amit készít Isten az utolsó időkben, arra egyre inkább ez igazán válik. De most ebből a szempontból mi számít számunkra, hogy pokol kapui hadba vonulnak? Magyarán mi a következtetés, hogy keresztény gyülekezetben lenni, harcot, így köszönöm szépen, harcot, harcot, jelent, háborút jelent. Kim voltunk a vidámparba a gyerekekkel? mindenki sikongat, nevet, tök szép idő van, béke és nyugi van. És egyszer csak belém villant, hogy most lángul az egész világ. Tudod, alaszkodsz, amit előbb elmondtam. És a kettőnek a kontrasztja. Ott érezzük, és ennek van helye, hogy a vidámparban legyen és jól érez szeretném hangsúlyozni. De ez az emberi kontraszt, hogy valami szinte az eldagadtatásig el fog bennünket kísérni, ez a hihetetlen kettőség, hogy, hogy, hogy még Auschwitzban is tudtak az emberek kártyázni. Értitek, ha volt lehetőség? Ez valami hihetetlen dolog. De mégis néha föl kell ébrednünk abban, hogy lángol a világ. Tehát szellemi háborúban állunk, és amikor te például nem érzed jól magad, az nem biztos, hogy azért van, mert, mert jogosan nem érzed, hanem az is lehet, hogy ördögi, démonikus erők egyszerűen el akarnak téged távolítani emberi kapcsolatból, el akarnak távolítani Gyüliből, vagy, vagy egyéb dolgokból. Oké, okay, megvan? Nektek adok kulcsokat. A fronton egyébként csak jelzem, láttam már fronton katonát védőfelszerelés nélkül járkálni. Láttam már katonát, aki tudja, hogy fronton van, csak úgy virágot szedni az erdőben vagy a mezőn, és csak úgy megyeget nem, mert ha nem is lőnek, akkor is tudja, hogy egy általános odafigyelés kell. Lehet, hogy virágot szed, mert éppen csend van, és nyugis helyen van. Hívzék, hogy dél franciaországban vagyok még a partosztálás után, de az is egy jó. De akkor is tudod, és tudatában vagy, hogy bármikor lőhetnek, hiszen háború van. És ez a tudat ennek valahogy ismét föl kell, hogy bennünk épüljön, hogy egy, egy negyed, egy kicsit 15%-ot tegyél be oda az agyadba, hogy háború van, csak ennyi, nem kell több. Mert az tart téged, egy, egy kis ébrellétben tart téged, hogy amikor te nagyon felindulsz egy ember ellen, például Gyuribe, lehet, hogy azért van, mert háború van, és egy démon megoszt, 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 meg, a testet akarja megosztani éppen. Adjunk ennek egy esélyt, jó? Oké. Okay. Már nek, nekünk ad kulcsokat az úr. Erről beszéltem, hogy a gyülekezetnek hatalom gyakorlása van, és még egy utolsó szempontot fogok még a új gyülekezetekről beszélni, és akkor jövő héttől elkezdjük a gyülekezetről szóló alaptanításunkat. Ez pedig az Eszter könyve. Három igét föl fogok olvasni, és le is vonjuk a tanulságot, aztán mehettek. Isten hírivel. Egyébként Isten hírével menjetek el. Eszter könyvét elolvastam nemrégiben, és észrevettem, nem az ővét, és észrevettem, hogy van egy olyan profetikus jellege, amire ideig is volt, de most egy másfajta kép rajzódott ki bennem. Tudjátok a történetet, három fő pontot emelek ki. Eszter 1. 11. Hozzák elé Vásztit, a királynét, a király elé, a királyi koronával, hogy megmutassa a népeknek és fejedelmeknek az ő szépségét, mert szép arcú vala. Tehát a király elrendelte, hogy hivatta a Vásti feleségét, a királynét, akit Vástinak hívtak, hogy jöjjön be, mert meg akarta mutatni a szépségét a perzsa fejedelmeknek, a nemeseknek, stb. De Vásti királyné nem akart menni a király szavára, mely az udvarmesterek által érte őt el, erre igen megharagudott a király, és az ő halagja felgerjedt benne. Ott van tehát a király, aki szeretné bemutatni az ő feleségét, de a feleség azt mondja, hogy én nem akarom azt csinálni, amit most éppen te mondasz, nem érdekel a véleményed, én influencer vagyok, most éppen posztolok, nem érdekel, pedig szép volt, pedig királynő volt, pedig pozícióban volt, pedig egyébként azt kellett volna csinálnia, mert meg is van írva, a médek visszavonhatatlan törvénye szerint, de ő nem ezt mondta. A király erre jogosan megharagudott. Tanácsadók tanácsolnak, tanács a következő. Mondják a király apródjai, keressetek a királynak szép ábrázatú szűzlányokat, Rendeljen a király tiszteket országának minden tartományába, hogy gyűjtsék össze minden szép ábrázatú szűzlányt. Én már kiestem. A Susan várába, Susan, bocsánat, várába, az asszonyok házába vár, elnézést. Még egyszer, mert az ige azért ennél jobb. Meg az igaz ige. Tehát ezek után, amint megszűnt Ahásvírus király haragja, megemlékezik Vástiról, és arról, amit ő cselekedett, és arról, amit végeztek felőle. És mondták a király apródjai, akik neki szolgáltak. Keressenek a királynak szép ábrázatú szűzlányokat. Rendeljen a király tiszteket országának minden tartományába, akik összegyűjtenek minden szép ábrázatú szűzlányt Susán várába, az asszonyok házába. Hégainak, a király kamarásának, az asszonyok őrzőnek keze alá, maradj velem, adjanak nekik szépítő szereket. És az a lány, aki tetszik a király szemeinek, uralkodjék majd vásti helyet. Tetszett a dolog a királynak, és úgy cselekedék. Van egy olyan olvasat ennek a történetnek, hogy igazából itt a ké, az egyház, ugye, hogy a zsidók az első csapat, akik nem, vett, nem álltak bele abba az örökségbe, amit a király fölkínált nekik, hogy, a, a, hogy ők legyenek ugye a menyasszony, és az engedetlenség mértén időszakosan félelettek téve, jön az egyház, az esztály, és akkor ő pedig a szép arcú, nő, és akkor stb. Ez az egyik olvasat. De amire most Isten felhívta a figyelmemet, hogy ez egyben egy gyülekezeti korszakról is szól ez a történet. Mostanában azt mutatja Isten, hogy Eszter, maga az egyház, maga az eclésiának a kora, maga a te életed is egyébként, mert meg az ideje annak, amikor kiválogattak téged, ugye, minden nép közül. Megvan? Oké. Okay. Aztán mi történik? szerekkel és kenetekkel elkezdenek téged felkenni, kenegetik a sebeidet olajjal, és szépen széppé tesznek. Ez is igaz, akár a saját életedben élve is, hogy máshogy vagy már szellemileg, mint 5 évvel ezelőtt. De hogy megy tovább a történet? Jól élünk a palotáinkba. Így van? Eszter királynő lesz, és teljesen jól megvan a királlyal. Mindenem megvan. Bent van a belső biztonságban. Szuper dolog. Csak közben nem veszi észre, hogy egy hámáni rendszer épül, és átsolják a vesztőhelyeket. És ugye tudjuk a történetből, hogy Hámán kiadta a parancsot a zsidóknak a kiírtására. Eszter továbbra is jól él, mert igazából őt ez nem érinti. Alaszkaig, szeg, Józsi bácsi alkoholista, ez engem annyi azért nem érint. Halleluja, jó volt az alkalom a dicsőítésben. Oké, okay? Ez, ez a kép. De jön egy kor, és ezt azt gondolom, ez most van, amikor előáll Márdokeus, mint az Istennek a szelleme, és a következőt mondja az ő népének. Ne gondold magadban, hogy te a király házában csak úgy megmenekülhetsz a többi zsidótól. Mert ha e mostani időben te hallgatsz, akkor máshonnan lesz könnyebbségük és szabadulásuk a zsidóknak, de te és az atyád háza elvesztek. Ki tudja? Talán a mostani időre jutottál a királyságra. Ez egy nagyon fontos kép szerintem. Én azt gondolom, hogy az egyház igazából a mostani időkre vagyunk elhívva és elkészítve. És most jön a profétikus kép. Ezt meghallja Eszter, mert a Szent Szelem ezt neki kijelenti, és mit csinál? Történt pedig harmadnapon, harmadnapon, hogy Eszter felöltözött királyasan, felöltözött királysan, és megállt a királyházának belső udvarában, a királyháza ellenében, és a király ott ült a király székében, a királyi a ház ajtajának ellenében, és lőn, hogy amikor meglátta a király Eszter királynét, hogy ott áll az udvarban, kegyet, kegyelmet talált a személy előtt, és kinyújtotta a király Eszterre az aranypálcát. Ekkor oda ment Eszter, és megillette az aranypálca végét, majd ezt mondta neki a király, mi kell neked Eszter királyné, mi a kérésed, ha az ország fele is megadatik néked. Úgy hiszem, hogy a gyülekezetek most vagyunk ebb, ennél az állapotnál, amikor Eszter királynő már hallja a szellemtől, hogy nem azért vagyunk a palotában, hogy jól érezzük magunkat feltétlenül. Hogy meggyógyultunk, és csak úgy ott vagyunk. Meg hogy mi vagyunk a feleség, a mennyasszony. Hanem azért, mert Mardokeuson keresztül a világ hangja eljut a szívünkhöz, hogy valami lángol, a világ nincs jó állapotban. És nem azért, hanem erre a korszak jutottunk mi királyságra. Ezért vagyunk ma az egyháznak a része. Ekkor Eszter azt mondja, felöltözött királyasan. Figyelj ide! Hiszem, hogy egy olyan gyülekezeti korszak előtt állunk, amikor az egyház fölismeri azt, hogy ő egyébként kicsoda, és ez méltóságot fog hozni a mi viselkedésünkbe, méltóságot fog hozni az egymás közötti kapcsolatrendszerbe, királyságot hoz be tartásban, motivációkban, tisztaságban, igényességben, nem tudom ezt tovább sorolni, értitek. Majd azt mondja, hogy odáll a király elé, és vár. Nem helehujázik meg mindenféle kitalálunk programokat, megvan a helye. De megvan a helye a várásnak. Isten színe előtt való várakozásnak. Mikor nyújtja ki az aranypálcát, a hitnek a pálcáját, az arany a hit, a nemes hit, a tiszta hitnek a jelképe. És akkor a királynő megérinti annak a végét felén ki van nyújtva a kegyelemnek a pálcája. Mi már biztosak vagyunk abban, hogy, a kegyelem, hogy Isten kegyelmes felénk. De meg kell érintenünk azt a kegyelmet, amikor egy hívő megérti, hogy a kegyelem elvégeztetett az ő életében, hogy minden ki van fizetve. Akkor felszabadul arra, hogy a hitre is egy olyan szint, egy olyan arany hitre jusson, amely teljesen más minőségű gyülekezetet fog előhozni az emberiségnek az életében. És akkor most figyelj, azt mondja a király, ezek után mi a kérésed? Ma hányszor megyünk be az új jelenlétében azt kérni, hogy Uram, legyen Béla, legyen Géza, legyen autó, legyen ez, semmi gond ezzel nincsen. De ez még nem az a szint. Mert egyébként, amikor te a kegyelemben vagy, akkor tudod, hogy ezt már megkaptad. Ezt nem is kell kérned. Neked más kell kérned. Királynő vagy. Az úrnak a felesége, mennyasszony elhívott, munkatársa vagy. Neked egy dolgot lehet igazából szívből kérned. Odam, és azt mondod, uram, ad nekem a magyar nemzetet. Ad nekem ezt a várost. Ad nekem ezt a várost, a családomat, a rokonokat, ezt a falut. Ad nekem. Azt mondja tudnik a király, mi kell neked, ha az ország fele is, megadom neked. Hiszem, hogy egy olyan korszakban vagyunk, amikor Isten népe megtanul jót kérni. Mert Isten nem apróban dolgozik, egy királyságról beszélünk. Azt mondja egy helyen az igen, hogy kérd, és neked adom a népeket. Előáll most egy új gyülekezet, ami már nem azzal foglalatoskodik, hogy a mi gyülinknek mi legyen, meg annak a gyűlinek, meg nekem mi legyen, meg a, már nem érdekes. Uram, ad nekünk, ad az egyháznak a népedet, Add, uram, a magyar ecléziának, a magyar népnek legalább a felét, nem a tizedét, mert az a törvénykorszaka. Nem a 10% kell nekünk a magyar lakosságból, hanem minimum a felemet meg van írva. Itt van egy jogos lehetőség. Uram, te azt mondod, hogy a felét legalább nekünk adod, plusz az adományok. Ez a lehetőség itt van. Kérjük, akkor megkapjuk. Úgyhogy egy ilyen egyházról fogunk a jövő héttől elkezdeni beszélni, hogy hogyan épül fel egy ilyen gyülekezet. Mert ehhez viszont gyülekezetek kellenek. Ezek nem magányos akciók. Eszter az új gyülekezetnek a jelképe. Amen? Amen. Akkor imádkoznék értetek, jó? Álljatok föl, kérlek. Drága mennyi atyám, eléd megállunk most előtted, Uram, és tényleg nagyon vegyes üzemmódban vagyunk, mert vannak területek az életünkben, amik testiesek, van, ahol küzdünk, van, ahol már úgy gondoljuk, hogy sikerben vagyunk, de állunk most, ahogy állunk. Vagyunk előtted, ahogy vagyunk, mert egy dolog biztos, hogy Jézus Krisztus vére miatt te elfogadtál bennünket, és miatt te gyermekeiddé váltunk, és fiaiddá váltunk. És Uram, érezzük, Uram, a Szent Szellemnek ezt a márdikausi jellegét, hogy arra késztesz bennünket, hogy kinézzünk a saját komfortzónánkból, és kinézzünk abból, hogy végül is, még az egyház célokból is kinézzünk, hanem azt akarjuk meglátni, mert te szívedben van. És Uram, mi érezzük, és egyre inkább érezzük azt, hogy neked sokkal nagyobbak a terveid. Sokkal nagyobb látásod van az életről, a létezésről, mint nekünk eddig volt. És Uram, Te Uram, akarod ezt a nemzetet. Te akarod, Uram, a magyar nemzetet, Uram, hogy megtérjen. Akarod, hogy a német nemzet megtérjen, hogy minden nemzet, hogy térjen. Ez a Te akaratod. Uram, bocsáss meg, hogy a palotákban eddig játszottunk, Bocsánat meg, hogy a palotáidban egy idáig élveztük a biztonságot, az örömöt. És köszönjük, hogy ez a jövőben is a rendelkezésünkre áll. És értékeljük, hálásak vagyunk ezért. De Uram, segíts bennünket eléd járulni. Segíts bennünket, mint gyülekezet, testületileg dicsérni téged. Testületileg imádkozni, testületileg böjtölni, testületileg igét tanulmányozni, testületileg profétálni, testületileg testületben lenni, és élni és létezni. Úr Jézus, tudjuk, hogy az idők vége felé vagyunk. Adj kegyelmet, hogy ennek a teljességét meg tudjuk élni. Hogy a hitet megőrizzük. Hogy a koronák, amik el vannak nékünk tétetve, azt valóban mik megkapjuk majd a mennyben, azt le is teljessük a te lábadhoz. Hogy ez mindez miattad volt, Uram, és tér minden dicsőség. Legyen áldott ez a nép ezzel, hogy a szívében egy új fordulat kezdődik, egy új várakozás kezdődik azzal, hogy megismerjük a te látásodat, a te véleményedet, hogy milyen egy gyülekezet, és hogy kell azt működtetni és megélni. Ámen.